Nem jó, ha 23 féleképpen működik Budapesten a parkolás ügye, a beszedett parkolási díjaknak a tömegközlekedés büdzséjében lenne a helyük. Erről Tarlós István beszélt az ATV.hu-nak. Az ellenzék szerint ez így önmagában kevés, hiszen a jelenlegi rendszerben a befizetett díjak nagy része eltűnik, ezért vagy kifejezett célokra kellene költeni a parkolási pénzeket, vagy egy teljesen egységes rendszert kellene kialakítani. Az utóbbi időben egyre több részlet derül ki arról, hogy milyen visszaélésekre adnak lehetőséget a főváros kerületeiben működő különböző parkolási rendszerek. Tarlós István most az ATV.hu-nak is beszélt az ügyről, és azt mondta, nem jó, hogy 23 féleképpen működik Budapesten a parkolás ügye. A parkolási díjaknak a tömegközlekedés büdzséjében lenne a helyük. Kézzel számolják azt meg, hogy mennyi a bedobált bevétel, és ezt egy kockás papíron beírják az önkormányzatnak, hogy itt ennyi volt a készpénzes bevétel. Baranyi Krisztina szerint azzal sem lenne kisegítve a főváros, ha közvetlenül hozzájuk kerülnének a parkolási bevételek, mert szerintem minden kerületben trükköznek a parkolási rendszer kezelői. Olyan bevételekre akarja rátenni a kezét és a főváros feneketlen költségvetésébe befolyatni, amik egyelőre még nincsenek, hiszen pont ez a probléma, hogy abból a több 10 milliárd forintból, amit évente Budapesten bedobálnak a parkolóórákba, még a 10%-a sem, vagy még talán annál is kevesebb jut el valóban a kerületekhez. Ez egy rossz vita és rossz ötlet. Horváth Csaba szerint a BKV finanszírozásából 40 milliárd forint hiányzik, így a parkolásból beszedhető 10 milliárdos összeg nem megoldás. Az MSZP fővárosi képviselője úgy látja, így megint a két szegény ember, a kerületek és a főváros között jönne létre konfliktus. Akár a fővárosban kerül veszedésre a parkolási díj, az csak és kizárólag, ha főváros hasznosítja, akkor P+R parkolók létesítésére, közlekedésfejlesztésre vagy éppen parkosításra lehessen fordítani. Ha egy kerületi önkormányzat szedi be, akkor csak P+R parkolóra vagy éppen a zöld felületek bővítésére lehessen fordítani. Tehát, hogy ne folyjon el úgy általában az önkormányzati büdzsékbe. Hova kerülnek ezek a pénzek? A DK szerint a jelenlegi rendszer nem jó. Éppen ezért Tarlós Istvánnak kezdeményeznie kellene, hogy egységes rendszert alakítsanak ki, és ezért a fővárosi önkormányzatnak kellene felelnie.